Többen ismerhetik ö, szakmai precíziós gazdálkodási képzésekről, rendezvényekről, mint talajtani térképezési tanácsadó szakember. Mi is az a precíziós gazdálkodás, mire jó, ö, milyen vonatkozása van a talajtannak, talajnak? A precíziós gazdálkodás az egy csoda. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon régóta kellett volna ilyen kis filmecskét csinálnunk arról, hogy azok, akik nem a technológiában élnek, és nem a napi rutint ö, hajtják végre, hanem picit talán a tudományos oldalról, és különösen a talajos oldalról, hogyan néz ki ez a precíziós gazdálkodás. Tényleg innen kívülről is egy csoda, gondolom belülről is egy csoda mindenki számára. Amikor én végeztem az egyetemen, akkor 93-ban, akkor ezt még úgy hívtuk, hogy okszerű gazdálkodás. Ö, nem ez volt, mert ugye a 90-es évek elején ö, akkor még a navigációs technológia hát gyerekcipőben volt. Emlékszem rá itt, amikor a Miskolci Egyetemen kezdtem dolgozni 93-tól, akkor az egyik kollégám még Ausztráliából hozott haza olyan készülékeket, olyan tudást. A Miskolci Egyetem először vette meg a korrekciós GPS-t, amit kihelyeztek ide a tetőre. Ö, akkor volt szó először a 90-es évek második felében, hogy esetleg digitálisan sugározzuk a korrekciós jeleket, amit innen küldünk, és akkor alig volt még korrekciós állomás. Márpedig ugye most a precíziós gazdálkodás már nem csak az okszerű művelésről szól, hanem a helyspecifikus, és ahogy egyre inkább értelmezik sokan, nagyon helyesen szerintem az időspecifikus művelésről. A helyspecifikus az, ami minket most, mint a talajtan és a térinformatika művelőit nagyon megfog, mert ugye természetesen attól különleges ez a technológia, hogy a környezeti adottságok az országon belül sem, de még általában a táblákon belül sem homogének. Tehát iszonyú változatosság van azon a területen, ahol a gazdáknak dolgozni kell. Az én időmben még ezt úgy oldották meg, volt ilyen tárgyam, hogy táblásítás, megpróbáltuk ugye olyan módon lehatárolni a mezőgazdaságilag művel területeket táblákra, amelyeken belül azt mondhattuk, hogy az adottságok többé-kevésbé Hasonlóak, tehát ugye bármilyen agrotechnikát alkalmazunk a területen, egységesen az egységes kelést fog eredményezni, az egységes kelésből egységesen nő majd ugye az állomány, a és termés, minden gyönyörűen, tehát nem a fele fog beérni az alatásnál, hanem már mindegyik beért. Úgyhogy, de nyilvánvalóan ez volt az egyik oldal, hogy megpróbálunk homogéneket csinálni, más oldalról jöttek a nagy gépek a nagy gépek meg igényelték, hogy egyre nagyobb táblák legyenek, tehát egyre inkább kinőttünk abból a homogén közegből, amiben dolgozni lehetett. Na és akkor itt jön a csoda, a precíziós gazdálkodás, amikor ugyanazzal a géppel, ugyanazzal a csatolmánnyal, csak ugye egy nagyon jó irányító, helyspecifikus irányító szerkezettel, rendszerrel megáldva, ugye ezek a gépek gyakorlatilag centiméterről centiméterről, hogyha szélsőségesen akarok fogalmazni, tudják állítani a kijuttatott vegyszermennyiséget, a tőszámot, bármit, amit éppen akarunk. Sőt, tulajdonképpen a talaj műveléshez is hozzányúlhatunk. Már hol kell mélyebben lereszteni, hol kell kicsit felemelni, már pedig ezek nagyon-nagyon fontos tényezők a talajminőség, a talajtermékenység megtartása szempontjából. És akkor jön ugye a harmadik oldal, az specifikus. Ugye nagyon sok talaj, nagyon sok talaj művelési eljárás uh, időjárás függő, talajállapot függő. Ugye ezeket össze kell hangolni, nem maradhat el, nem tolódhat el a vetés, az aratás, bármit. Tehát vannak agrotechnikai és vannak környezeti adottságok, amelyek között játszani kell, és ehhez egy nagyon kemény logisztika kötődik. Hogyha ezt ügyesen össze tudja rakni az ember, akkor megjön a harmadik is, az időspecifikus. Tehát gyakorlatilag eljutottunk oda manapság, hogy tényleg olyan géppark áll rendelkezésre, amely tud navigálni nagyon pontosan, évről évre, centiméter pontosan ugyanoda-vissza megy ugyanarra a keréknyomra, tudja ennek függvényében irányítani az agrotechnikát, miből mennyit, hogyan, gyakorlatilag. Látjuk az űrből a felszínt, abból mindenféle növényállomány indexet generálunk, levélfelületindex, vegetációs index és a többi, amiből ugye már látszik a táblán belüli változatosság, tehát azt hinnénk, első pillanatra, hogy készen van a rendszer. Ez úgy hangzik, hogy nagyon komplex tudást igényel ez a precíziós gazdálkodás a gazdálkodó részéről. Tényleg rendelkezésére áll ez a tudás bázis? Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen mindaz, amiről eddig beszéltünk, az tényleg a rendelkezésére áll. Ha valaki ebben el akar mélyülni, nyilván nem fognak a gazdák ennek minden részében elmélyülni. Tehát a távérzékelés, a műholdas távérzékelési adatok letöltése tulajdonképpen ingyenes. Tehát, ha valaki érdeklődik ebbe az irányba, megtanulni ezeket kezelni, vannak ingyenes szoftverek, még ehhez is hozzá tud nyúlni. Csak egy dolgot nem tud a gazda Isten igazából, és azt nagyon-nagyon várja a segítséget, és ezért keresi az esetek jelentős részében ugye a szaktanácsadókat, hogy jó, megvettem a gépet, jó, telepítettem a központban az rtk antennámat, azzal tényleg lement a pontosságom centiméteres nagyságrendre. De akkor most mit csináljak? Most akkor hogyan állítsam be a gépet? Hol vannak a térképeim hozzá, az úgynevezett művelési zóna térképek, amikor a táblán belüli különböző foltokat lehatárolom, és akkor megmondom, hogy ott, akkor miből mennyit. És ennek megfelelően úgy elindul a traktor, és elkezdi szépen úgy adagolni, úgy állítani, ahogy az úgy be van állítva. Na hát ez a gyenge pontja szerintem a mai precíziós gazdálkodásnak, hogy a legfontosabbat nem ismerjük, azt, hogy ezt a hihetetlen technológiát mihez állítsuk be. Mert uh, ugye a műholdak adnak egy nagyon jó pillanatfelvételt, és tényleg megmutatják azt, hogy milyen a táblán belüli uh, heterogenitás, vagy éppen jó esetben homogenitás. Ha homogenitás, akkor nincs baj. Akkor nem kell túlspirálni, hogy menjen. De az a baj gyakorlatilag, hogy az esetek jelentős részében igenis van táblán belüli változatosság. Tehát lesznek foltok, ahol a növényzet gyengébben fejlődik. De, ugye, ha az ember elmegy az orvoshoz, és azt mondja, hogy ú, uh, most rosszul vagyok. Jó, de ismerik a viccet, amikor az állatorvos elmegy az orvoshoz, és akkor megkérdezi az orvos, hogy milyen fáj. Ja, hát így könnyű. De tulajdonképpen ez a legszebb az egészben, hogy igen, van egy változatosságom, de milyen fáj? Miért nem nő az a növény? Az lehet, hogy attól nem nő, mert száraz. Lehet, hogy attól nem, már a talaj. Lehet, hogy nincs benne tápanyag. Lehet, hogy pont az ellentéte van, hogy vizes. Lehet, hogy a tápanyag, ami benne volt, az denitrifikáció révén elment a levegőbe. Lehet, hogy panga víz. Lehet, hogy eketalpas, de olyan keményen. Lehet, hogy nagyon meszes, mert ugye mélyen erodálódott, a messzes rétegek feltáródtak, Dunántúlon ezer ilyen van, ahol ezeket lehet látni, tehát gyakorlatilag pillanatról pillanatra, már térpedi pillanatról pillanatra változik a kép. Változik a kép, ahol neki dolgoznia kell, és ha nem tudja, hogy mi az oka, akkor nem tudja az okot kezelni. Tehát az a megoldás, ahogy sokan kezelik, hogy itt egy kicsit gyengébb folt van, akkor adjunk mindenből többet. Hát úgy őszintén visszakérdezek, ha valami nem megy, akkor erőltessük. Én kell mondjuk azt, hogy hát ha ez nem megy neki, akkor menjen egy vissza, próbálja meg megtanulni azt az anyagot először, és majd, ha már jobb lesz, majd tovább lép. Ha egyáltalán jobb lesz. Vagy megáll ezen a szinten, ezért változatos a világ, nagyon sokféle ember van, nagyon sokféle beosztásban, Mindenki azt csinálja, amihez jó, amihez ért. De hogyha nem ért hozzá, akkor nem kell arra kényszeríteni, hogy ő differenciál egyenleteket olcsom me, oldjon meg, mert nem tanulta meg. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ez a nagyon nagy hiány a rendszerben, hogy nem tudjuk a miérteket, nem tudjuk az okokat, csak a tünetet látjuk. És innentől kezdve vannak ezek az, a nagyon gyakran, én azt gondolom, hogy szinte felelőtlen szaktanácsok, amik azt mondják, hogy jó, itt gyengébb, adják ki többet. Tehát sokkal több pénzért termelek ugyanannyit a végén, mert ha felhúzom oda, akkor ki kell számolni, hogy gazdaságilag ez megéri-e? Akarom én ezt egyáltalán? Vagy, vagy próbáljam kicsit lejjebb ereszteni az igényszintemet a táblának azon a részein, mert úgyse fog jól teremni, és lehet, hogy akkor a költség haszon oldal magasabb lesz, mint hogyha egy ilyen egyenletes szintre megpróbálom ráhúzni. És ha ezt az egész rendszert így összerakjuk, akkor persze konklúzió. Jó, megvan a technológiám, de mihez állítsam be? Ugye azt minden gazdálkodó tudja, hogy hol művelünk a talajon. Két dolog van, ami nagyon-nagyon befolyásolja a növényállományt egy táblán belül. A részben a domborzat, és ez ugye a dombvidéki tájokon, Dunántúlon, Dunántúli dombság, hegyláb felszíni területeken, ez mindenütt adott. Tehát ez nem kérdés. Igen, ám, de ezzel párhuzamosan ott van az Alföld. Az Alföldön azt hiszük, hogy nincs domborzati különbség, de hogy nincs, csak ezt úgy hívjuk, hogy mikrodomborzat, és gyakran sokkal nagyobb hatása van ennek a pár centis különbségnek, a termés állományra, vagy a termés mennyiségre, vagy az agrotechnikára, mint a domvidéki területeken, ahol a hülye is látja, hogy hát ez így működik. Persze, akkor még nem ismeri a talajokat, és ez jön a második pontban, már nem sorrendileg, vagyis lehetett volna fordítva is mondani, mert mind a kettő nagyon-nagyon fontos, hogy az egyik meghatározza a felszíni nedvességáramlási folyamatokat, a másik pedig azt, hogy amiben a gyökér belenő, na az hogyan fog élni. És amikor azt mondjuk, hogy az Alföld ez egy egyszerű világ, nem. Az Alföld a legbonyolultabb világ talajtani szempontból olyan hihetetlen változatosságot jelent, úgy el lehet képzelni, hogy miből lett az Alföld. Egy nagy-nagy medencéből, közepén 3-4 km vastag üledék van. Ez mind-mind a Pannon tengernek, vagy a később ugye a kis bezáródott tavaknak az üledékei, amire aztán ráhullott a lösz, valamikor a negyed időszakban, és aztán elkezdett szépen ide befolyni az összes folyó a Kárpátok vonalaitól, és ezek a folyók össze-vissza meandereztek. A saját medrüket vágták 20 évvel, 30 évvel, 100 évvel, 200 évvel keresztbe, és azt az üledék sort, ami hogyha egyszerű lenne, ha egyszer történt volna, össze-vissza kavalták, és egymás alatt, egymással keresztbe olyan rétegsorok vannak, kavicstól, homokon, nehéz agyagon keresztül, savanyú agyag, meszes homok, minden, amit csak el lehet képzelni, a székesedés még hozzá, ugye az elrejtett medreknek a nyomvonalai, az ezek mellett feltárható talajtextúra, talajfizikai féleség különbségek, csíkokban jelenik meg a homok, a nehéz agyag, a homok, a nehéz agyag, Tehát, és ezeket meg kell érteni. Ha az ember nem érti meg, ezek mind-mind más igényelnek, másra képesek. És ezeken a táblákon belül ez van sőt nagyon gyakran a felszín, nem, még ez nem is látszik, de a felszíntől 30-40 centire már olyan rétegzettség van, hogyha bemegy a víz, akkor gyakorlatilag elér egy homokpadot, ami elvezeti oldalra, jobbra-balra, tehát gyakorlatilag ledrénezi, és a gazda csak azon csodálkozik, hogy hogyan működik ez az egész. Akkor mi lenne a megoldás? Hát ez a nehéz része gyakorlatilag, mert itt is, mint mindenütt, az ember megpróbálja könnyen és gyorsan megoldani a Tulajdonképpen nagyon nehéz feladatokat. Amikre azt kell, hogy mondjam, hogy az esetek jelentős részében nem is működik. Ugye az a technológia, amit a precíziósnál én is istenitek, tényleg, azt nagyon sokszor kiegészíti az úgynevezett talajtérképezés. Nagyon sok vállalkozó van Magyarországon is, aki azt mondja, hogy talajtérképet két nap alatt, egy nap alatt elkészítek. Hát én már attól is felhúzom magam, hogy valaki ezt talajtérképnek meri nevezni, mert gyakorlatilag ugye itt van például a verész, ami a talaj vezetőképessége ellenállás mérése, itt vannak ezek az elektromágneses mérőeszközök, amelyek gyakor mindegyik oda vezethető vissza, hogy mi határozza meg a talajnak ezeket az elektromágneses elektromosság tanít tulajdonságait? A víz a víz, és természetesen ugye a víz mennyiség nagyban kötődik sok talaj tulajdonsághoz. Tehát nem hülyeség a technológia, nagyon jó a technológia. Csak önmagában egy a bejövő adatok közül, amit egy okos, értelmes talajos értelmezni tud. Ha jött egy eső, és eső után megyünk ki, akkor gyakorlatilag ezek az eszközök teljesen homogén felületet fognak rajzolni, mert minden vizes. És ha minden vizes, akkor ezek a tényezők gyakorlatilag ugyanabban a tartományban fognak ö, visszajelezni. Ha éppen egy hónapja nem esett az eső. Tehát nagy szárosság van, ugyan itt vagyunk, akkor is teljesen homogén képet fog rajzolni. Kettő között pedig, ugye, ahogy a nedves foltok elkezdenek visszahúzódni össze. Ö, ö, tömörödni, vagy nem tömörödni, hanem visszahúzódni a felszínen. Tehát azok a mélyebb fekvésű foltok, amelyek összegyűjtötték a vizet, azok hosszabb ideig lesznek nedvesek, a szárazabb kiemelkedő foltok rövidebb ideig lesznek nedvesek. De ez nem azt jelenti, hogy van egy folt, van egy határ, hanem ha két nap telt el, akkor ennyi a száraz és ennyi a vizes. Ha öt nap telt el, akkor ennyi a száraz, és ennyi a vizes. Ha tíz nap telt el, akkor ennyi, és Attól függ, hogy mennyi idő telt el, gyakorlatilag három teljesen különböző térképet fog adni. Mindegyik technológia. És mi lenne a megoldás? Hát a megoldás az tulajdonképpen nagyon egyszerű, az ember már kitalálta, és gyakorlatilag, amikor még nem akartunk mindent digitálisan és könnyen megoldani, hát ki kell menni, és ö, a talajokat fel kell térképezni. Ez történt Magyarországon nagyon sokszor. És hihetetlen eredményeket adott a magyar mezőgazdaság, amikor térképezési kampányokon ment keresztül, mindig megugrott. Tehát olyan mennyiségű információ jött elő az adott kornak megfelelő szinten, ugye mert ha itt visszatérnénk oda, akkor azt mondhatnánk, készen vagyunk. Hát már ugye 25 ezer méretarányban gyakorlatilag az 50-es évekre készen lettünk a kreibig féle térképek, amik a 30-as évek közepétől kezdve az 50-es évek közepéig térképeztük az országot. 25 ezer méretarányban. Nagyon-nagyon jó térképek. Utána jött az üzemi genetikus a 70-es éveknek a, a 80-as években is átcsúszva a nagy a tízezeres méretarányú térképek. De ha valaki ezeket megnézi, kezébe veszi és a gazdaságára, a saját területére van ilyen, akkor látja, hogy ezek olyan az akkori technológiában, akkori tudásban nagyon jó, mert fogtak egy tízezes térképet, és azon úgy nagyjából húztak egy csíkot. És akkor ami erre van, az ez, ami arra van, az ez. És egy 100 hektáros táblásig két-három folt, aminek a határa is kérdőjeles, nem kritizálom, mert az esetek jelentős részében nagyon nagy hozzáértéssel rendelkező szakemberek csinálták, csak hát nagyon nehéz úgy navigálni egy térképen, hogy csak egy tízezes térképed van három darab szintvonallal, és próbálod a terepi tapasztalatokat áttenni, amikor áshattál mondjuk egy ezer hektáros táblán száz darab szelvényt, tehát tíz hektáronként egyet. A mai technológia, a precíziós, az pedig hogy működik gyakorlatilag? méterenként állíthatnám, de hogyha most így egyszerűen praktikusan azt mondom, hogy hozzáállítom a műhold felvételeknek a felbontásához, 10-20-30 méteres pixelekre, területegységekre bontom a táblát, hát ezt a tízezes térképből nem tudom megcsinálni. De nekünk már rendelkezésre állnak ilyen adatok, tehát sokkal pontosabban tudjuk a határokat meghúzni, mint elődeink, és teljesen más cizelláltabb adatokat tudunk szolgáltatni, helyből digitális formában, amiből ő már okszerű térképeket, menedzsmentzónákat tud létrehozni, attól függően, hogy milyen az évjárat hatás. Mert ugye itt is gyakorlatilag én azért szeretem a talajtérképeket nagyon, mert ha kap az ember egy menedzsmentzóna térképet, a zóna határai ugyanúgy, mint a szárazodás-nedvesedés határai azok, nagyon időjárás függők. Ehhez nem tudok egy mindenre igazat adni, hogy pont meghúzom a felét, miközben lehet, hogy az átmeneti zóna 100 méter. Ha 50-50 métert ellentétes irányba művelek, mint kellene, az nagyon nagy hiba. Amikor centiméteres pontossággal is meg tudnám csinálni. Tehát ezek azok a kérdések, amiket újra kell húzni. Tehát a konklúzió az az, hogy sajnos nincs más út, Kell menni, ásni kell. A talajtant nem lehet kikerülni a talaj térképezésben. Nem lehet azt mondani, hogy egy elektromágneses jellemző mérésével megmondom, hogy mi a talaj. Ez hazugság, ez butaság. Ez egy pillanat felvétel, ami lehet, hogy két pillanattal később már nem is igaz. Még egyszer mondanám, ezek nagyon hasznos adatok, én imádom, ha a kezemben vannak, mert tényleg magyaráznak. Sok mindent, de csak az értő ember kezében magyaráz, és ott is gyakorlatilag akkor magyaráz, ha több van belőle, mert akkor látom, hogy mekkora a dinamikája, a térbeli változatossága ezeknek a paramétereknek, amit kihoz. Értem. Ez, ez igazán meggyőző. Tegyük fel, hogy van egy 500 hektáros területem, és felkérjük Dobos Endrét, hogy, hogy szakértsen a területünkön. Mi, mi történik ilyenkor? A kérdés jó, én egy picit megváltoztatnám a kérdést. Azért változtatnám meg a kérdést, mert megmondom őszintén, ez nem annyira olcsó technológia, bár attól függ, hogy mihez. Majd beszélünk erről is, hogy tulajdonképpen nagyon olcsó. De mindenki megijed attól, hogy úristen a teljes területet fel kell térképezni, ez mekkora munka. Ennek is vannak valószínűleg lépései, tehát mindenki úgy általában többé-kevésbé egy bizonyos területen gazdálkodik, még akkor is, hogyha a táblái nem összefüggőek, hogyha több, kisebb, nagyobb táblában oszlik meg a területe, de mégis azért egy adott területen belül szerencsés esetben a táblák talajtani adottságai úgy vissza-vissza köszönnek. Tehát az a rendszer, ami a talajokat létrehozta, ami a domborzatot magyarázza, azok ugyanazok lesznek, tehát már egy táblából is gyakorlatilag nagyon sokat tanulhat a többi táblájával kapcsolatban. Tehát én mindig azt gondolom, hogy haladjunk lépésről lépése, először legyen valami általános kép, én azt gondolnám, hogy keresnék egy jó szakértőt, és akkor azt mondanám, hogy jöjjön ki, beszélgessünk egy picit, hogy járjuk körbe a területet. Akkor nyilván én körbe megyek vele, és ö, azt mondom, hogy igen, ez a terület, hát hasonló genetikájú, vagy ugyanolyan genetikájú. Ha mondjuk ezt a kis területet kiválasztjuk, akkor ennek a kis területnek az adottságai alapján én meg tudom mondani nagy valószínűséggel, viszonylag nagy pontossággal, hogy a többi táblán is, anélkül, hogy nagyon megásnám, vagy egyszerűen hozzáteszek egy-két-három szelvényt még pontosításképpen, akkor az hogyan néz neki? Tehát én azt gondolom, hogy valahol így kell ilyen kis lépcsőzetes gondolkodásmódban ráközelíteni. Először nézzük meg, hogy mennyire szükséges, milyen a gazdálkodási mód. De hogyha tényleg precíziósan akar gazdálkodni, akkor egy idő múlva nem lesz más választása, ezen át kell esnie, mert hiába kap egy szakértőst bárkitől, a szakértőnek is ugyanúgy kell ez a térkép, ő is csak hasra fogja megmondani, ha nincsen térképe. Azt meg lehet, hogy ő saját magának jobban meg tudná mondani. De hogyan is működik tulajdonképpen utána, amikor kiválasztottuk a táblát? Hát mi is úgy működünk, hogy az első az erőzetes felmérés. Tehát fogom az összes létező térképet, dombozat, modellt, mert digitálisan indul a mi munkánk is. Letöltjük a műhold felvételeket, hosszú, éves idősorokat nézünk, ahol megnézzük, hogy a táblán a növényzet milyen változatosságot mutat évről évre. Különböző időjárási, különböző évjárat hatások alatt milyen foltossága, visszatérő foltossága, egyedi foltossága van, ami aztán később minket érdekelni fog. Rávetítjük a dombozatmodellre, vagyis látjuk, hogy ennek van-e dombolzati összefüggése, vagy sokkal mélyebbre kell menni ahhoz, hogy ezt megértsük, tehát ide külön talajszervényeket, bármit kell tenni, amiből meg tudjuk mondani, hogy milyennek az oka. Ha a gazda elkezdett már precíziósan művelni, annak örülünk a legjobban, hogy egy időben szinte, amikor elkezd precíziósan gazdálkodni, megvannak az első terepi munkái, talajművelés, bármi, végig megy ugye a gépével, és annak nagyon hasznos melléket, termékei vannak. Ugye a legfontosabb az, hogy centiméter pontos domborzatmodellt készít a saját táblájáról. Minden kis mikromélyedést, mikromagaslatot látunk rajta, ami aztán később a talaj térképezésnél is nagyon hasznos lesz. Tehát gyakorlatilag Összegyűjtök minden létező űrből látható és a felszínről összegyűjtött információt. Ha esetleg van korábbi térképi állomány, megvan az üzemi genetikus, bármi, ezek olyan sokat nem szoktak segíteni, mert azért már sok év van mögöttem, vagy mögöttünk, tehát ugye a Magyarország talajföldrajza, meg a fő irányelvek így a fejemben vannak, sok mindent előre is meg tudok mondani. Ha nem, akkor nyilván utána nézek, de ezek a rendszerelvek Magyarországon belül, hogyha egy olyan szakértő megy ki, aki ért a geomorfológiához, a negyedkori felszínfejlődéshez tudja, hogy mi alakította ki a domborzatot, milyen talajképző kőzetek jelenhetnek meg potenciálisan az adott területen, azoknak milyen hatásuk lesz majd a talajképződésen. Na, hát ezeket így szépen összegyűjtjük, ez az erőkészületi szakasz. Aztán fogjuk magunkat, veszünk egy nagy levegőt, ez a legszebb része az egésznek, hogy már tudjuk, hogy nagyjából hogy néz ki a tábla felülről, tehát van a fejünkben egy olyan kis elképzelt foltossága, a domborzat alapján is, meg a műholdak alapján is, meg a növényállomány által mutatott kép alapján, és akkor elkezdjük ugye kijelölni azokat a szelvényásási helyeket, mi úgy hívjuk, hogy reprezentatív pontok, amelyek egy adott területre igaz vagy kiterjeszthető talajtulajdonságokat mutatnak. Ezeket ugye megássuk szépen, általában ásunk egy másfél méter mély talajszelvényt, ez szokott úgy a standard lenni, mert ez az, ami még a legmélyebb gyökerezésű növényeket is lefedi, tehát ennél mélyebben szántóföldi növények nagyon ritkán mennek le, sőt, szinte nem is mennek le, de egy méteres mélységig gond nélkül. És ugye le kell menni még ez alá is, mert ugye az, hogy ez kavicson van, homokon van, agyagon van hogy ennek milyen a vízemelő képessége, beleére a talajvízbe, vagy nem ér bele a talajvízbe időszakosan, ezért szárasságra hajlik, vagy nem. Tehát ezért kell nekünk azért mélyre lemenni. Meg ugye itt látjuk azokat a, a talajképző kőzet rétegeket, amelyekből már tudunk következtetni arra, hogy mi építette fel ezt a táblát. Patakok, folyók, szél, hullópor, erózió, ráhordódott anyag, bármi, tehát ezek magyarázni fogják a térbeliséget nekünk. Amikor ez megvan, ugye nyilván leírjuk, értelmezzük, beosztályozzuk, látjuk a talajképző folyamatokat, és a talajképző folyamatok nagyon-nagyon fontosak. Tehát amikor valaki kimegy és 0,30 centiből szed egy mintát, azt is ráadásul 5 hektáronként összekeverve, ami nagyon-nagyon nagy hiba nagyon sok esetben. Mert például megint csak visszatérve a Dunántúli domság területére, ahol egy ilyen kis lejtőválon az ember átmegy, akkor itt 8 és feles PH van, ahol te lement a teljes talaj, utána ugye bemegyünk az 5 és feles ph jú eredeti BT szintbe, utána lejtőlábon átmegyünk a 6 és feles 7 es ph jú lehordott humuszos Ha ezt most kiátlagolom, akkor a 8 és feles, az ötésfeles, feles, meg a hetes, az egy hetes lesz, és minden tökéletes. Köszönöm szépen. És utána ehhez például, hogy savanyú területen megpróbálok kiadni egy meszezési bármi hatást, hát őrület, hogy milyen hibákat. Ahova kell, oda nem raknak, ahova nem kell. Tehát ez, ez őrület. Ilyet nem szabad csinálni. Ezeket csak művelési zónán vagy talajfoltokon belül szabad átlag mintákat venni egyébként ilyeneket nem lenne szabad. Ezért is kell a talajtérkép, mert ha ez nincs, akkor szomszéd teljesen eltérő foltokat összemintázok. Ahhoz viszont, hogy ezt lássam, hogy a talajszervény hogy működik, annak minden egyes fizikai, kémiai tulajdonsága magyarázza azt, hogy milyen hatás alatt áll, hogyan él benne a növény, hogyan szivárog bele a víz, hogyan köti meg a tápanyagot, hogyan adja vissza hol áll meg ugye a víz és tápanyag gazdálkodás szempontjából fontos talajoldat, illetve feltöltődik, illetve terítődik-e, illetve kicsapódik-e, illetve elszállítódik-e, illetve eléri -e a talajvizet, illetve onnan felfelé emelve vissza sósodhat. Tehát ezek mind olyan folyamatok, amelyek 0-30-ban nem látszanak. Egyáltalán nem látszanak. Nagyságrendileg ez milyen költségekkel jár ez a szolgáltatás? mielőtt ebbe belemennénk, folytatnám. És ö, eljutottunk odáig, hogy megvannak a talajszelvényeink, és a talajszelvényekből mintát veszünk. Nem egyet, nem a 0,30-ból, hanem ahhoz, hogy ezt értsük, a fő genetikai szinteket végig megmintázzuk, utána ez elmegy a laborba. Ö, ez már azért is nagyon fontos információ, mert ugye például aki AKG-t, vagy bármilyen olyan művelési, támogatási rendszerben van, ahol három évente, öt évente talajmintákat kell gyűjteni, ez már, mivel megvannak a felszíni talajminták a 0-30-ak is, ez már beleszámít, tehát olyan költségről beszélünk, amit egyébként is kiad ennek egy részét természetesen. De ezek nekünk nagyon kellenek, mert ezek alapján ismerjük a mechanikát, ismerjük a kémiáját, a kationcsere minden olyan fontos dolgot, amivel le tudjuk írni a működését, és amikor visszajön a laborból ez a tömegadat, akkor kezdünk mi íróasztalnál szépen összerakni egy olyan térképi állományt a táblájára, ami szépen foltokba szedve megmondja neki, hogy ott milyen talaj van, ez egy dolog, hogy minek nevezem, milyenek a talajképző tényezők, mik a talaj folyamatok, amelyek általában hatnak menni, tehát mihez tud alkalmazkodni a gazdálkodó, mit kell figyelembe vennie, és ezek alapján nyilván cél művelési zóna térképeket is készítünk neki, és ezt az egészet egy olyan térinformatikai adatbázisban kapja meg is, tehát megkapja azt, amit az ő gépei igényelnek, megkapja az összes szelvényleírást, úgyhogy az az érdeklődő gazda utána kap még hozzá egy 80 oldalas kis dokumentumot, ahol ezt mind meglátja értelmezve, elmagyarázva, hogy az ő táblájának az egyes talajtípusai hogyan működnek. És ez azért nagyon fontos, mert ha nincsen használati utasítás, ha csak egy egyszerű foltot kap, nem tudja, hogy azon hogyan és miképpen változtasson, már pedig a gazda azért nem, nem kell, hogy mindig kiadja a kezéből a döntés jogát. Nem kell, hogy mindig szakértő határozza meg helyette, a legtöbbet ő gondolkodik rajta álmatlan éjszakáin, hogy nem jött be, mi a fene baja lehet, ránézek a talaj térképemre, ez a folt, elolvasom hozzá azt a két oldalt, megnézem a talaj fényképét, az adatokat, és már tudok, még akkor is, ha nem vagyok talajtanos, következtetni arra, hogy mi lehet a probléma, mert látom, hogy mit csináltam, látom az időjárást, összefüggésben tudok gondolkodni, amit egyébként másképpen nem tud. Tehát ide jön ki tulajdonképpen a végén ez az egész. Tehát kap egy olyan kész tudásbázist, amivel ő tovább tudja gondolni az összes tábláját, ami hasonló körülmények között van, mert ugyanazok a talajok fognak ott azon a területen remélhetőleg ismétlődni, megkapja azt a digitális infrastruktúrát, amit neki a, a kis traktorba be kell tölteni, hogy a, a, műveletei precíziósan menjek végre, és hát persze azért kap egy olyan kontaktot, aki ez mindig vissza tud jönni hozzánk, és megkérdezi, hogy figyelj már, a táblának emlékszel rá? Most ez a baj. Mi lehet a probléma? Tehát én azt gondolom, hogy így tud jól működni, és ő akkor évről évre belenő ebbe a világba, és végre visszakerül a talaj művelési rendszerbe, ami egy őrület. Hogy hogy a fenébe lehet precíziósan gazdálkodni úgy, hogy nincsen talajinformáció a kezembe. Ha veszek, könyörgöm, veszek egy autót, vagy veszek egy tévét, vagy veszek egy laptopot, a laptopot már talán nem annyira, de az első dolog, hogy kinyitom, vagy egy kazánt, kinyitom a használati utasítást, le van írva minden adata, végiglapozgatom. A gazda vesz jó esetben valahol az Alföldön jobb területen 100 hektárt. Hektárja 4-5 millió minimum. Tehát 4-500 millió, fél milliárdról beszélünk, és nincs hozzá használati utasítás. azt se tudja, mit vett, mi van a felszín alatt. És hogyha ezt egy picit tovább gondoljuk, nagyjából ugye elhangzott a kérdés, hogy ez mennyibe kerülhet. Én most tisztán fogok beszélni, mert csak akkor tudunk ebből kikerülni. Én azt gondolom, vagy legalábbis, hogy úgy általában a tapasztalat, hogy durván egy 100 hektáros táblának a felmérése egy olyan 4-5 millió forint, a teljes laborral mindennel együtt. Hogyha visszaszámoljuk az egészet, ugye, amit az előbb mondtam, ha van egy 100 hektárom, és 100 hektárat, amikor megveszek, vagy már van, egy százalékába kerül, a pályázatokban bármiben ennek a többszörösét fizeti ki bármire, egyszerűen azért, hogy valaki megírjon neki egy anyagot, ami akkor egyszer úgy működik, itt meg még az unokája is ezt fogja használni, mert ez nagyon nem fog változni. Ugye ezek az adottságok évről évre ott vannak, és egy százalékába kerül az, hogy tudja, Ugye például, ha 4 millió ér veszi per hektárt, akkor 400 millió helyett 404 millió forintba fog neki ez az egész kerülni, de rögtön tudja, hogy mit vásárolt. Rögtön tudja használni úgy, ahogy ezt az egészet neki használni kell. És ez az, amit manapság nem nagyon értek ugye a mai gazdálkodásban, hogy az emberek nem gondolnak bele, hogy milyen iszonyú érték van a kezükben. Hogy egy 100 hektáros tábla az fél milliárd forintot ér. És erre nem hajlandó megelőlegezni magának, a fiának, meg az unokájának, meg a dédunokájának, meg mindenki, aki ezen a területen fog működni, egyszer egy olyan adatbázist, amiről azt mondja, kisfiam, majd hogyha ide jössz a táblának ezen a részén, figyelj, mert itt olyan vékony a humuszos szint, ha itt szántani fogsz bármikor, azzal még jobban tönkreteszed, mert beleforgatod a C-szintnek a 8,5-es pH-jú 15%-os méztartalmú anyagát, ezt mindig került ki. De látod, itt van, de ezt egyébként is tudod, mert a traktorban a navigációban benne van. Csak ne állítsd át véletlenül se. Amennyiben szeretném ezt a szolgáltatást igénybe venni, hogyan érhetem el önöket, illetve vannak-e mások a piacon? Igen, azt gondolom, hogy sok esetben egy picit hiába verjük az asztalt, mert ilyen tudással, ilyen komplex térképezési tudással nagyon kevés szolgáltató van a piacon. Amikor nagy cégekkel dolgozunk együtt, mezőgazdasági szaktanácsadó cégekkel, ők mindig mondják, hogy Endre, ez nagyon jó, amit csinálsz, csak annyira félve hirdetjük meg, mert hogyha jön 15 megkeresés, meg tudod egyedül csinálni? Nincs más a piacon, aki ilyet csinál. És sajnos ez jelen pillanatban igaz, és ezért most azt is mondhatnám, hogy ez most olyan VIP szolgáltatás, tehát tényleg nem tudunk nagyon sokat csinálni évente, nem tudjuk futószalagon, nem is akarjuk futószalagon csinálni természetesen. Tehát sajnos ugye az van, hogy a piacon ki kell termelni tulajdonképpen egy olyan közeget, egy olyan szolgáltatói szférát, aki erre alkalmas. Ha valaki az agráron végez, mint ahogy eredetileg én végeztem az agráron, én Megtanultam a talajtant úgy, ahogy annak lennie kell, nem tanultam meg természetesen még az egyetemen, de utána sokat dolgoztam még rajta, viszont a legjobb tanárok mellett voltam, Stefanovic, Pál, Mihéri, Erika, tehát tényleg ott voltam a tűz mellett, és ha akartam, akkor tényleg tudtam tanulni, és egy szelvényt... Meg annak az agrokémiáját, meg a genetikáját, tényleg ott tanulja meg az ember a legjobban. De amikor térben kell gondolkodni, akkor egy agráros rögtön talajt veszít, a szószoros értelmében, mert nem tanult geomorfológiát, nem tud abban gondolkozni, hogy körbenéz és a felszínforma alapján rögtön meg tudja mondani, vagy legalábbis vélelmezni, vagy legalábbis ötletei vannak arra, hogy ez a felszín hogyan képződött. Ez azért lesz nagyon fontos, mert az, hogy a felszín hogyan képződik, ez magyarázza a talajképző anyagokat, hogyan rétegződnek egymással azok a talaj előtti rétegek, vagy talajképző rétegek, amelyeken a talajképződés megvalósult. Közben ugye abból, hogy a felszín felszínfejlesztő, felszín kialakító tényezőket ismerjük, rögtön tudjuk a talajképződésre kifejtett hatásait is. Tehát ha ezt az ember nem érzi, nem tudja, nem látja, akkor nem tudja kiterjeszteni azt az egy darab szelvényt, hogy ez akkor a tábla melyik területére is hogyan lehet ugye kiterjeszteni, és hogyan lehet valósnak venni. Ráadásul ugye itt nálunk van egy nagyon erős térinformatika távérzékelés, ami ennek pedig most manapság tényleg elengedhetetlen része. Tehát az a térbeli felbontás, amit ilyen módon kapunk, azt még a legjobb terep tanos sem tudja úgy végigjárni a területet centiről centire. Itt viszont tényleg kapunk egy olyan támogatást, hogy látjuk, hogy milyen a változatosság, kimegyünk, megássuk a szelvényt, használjuk azt a természetes természetföldrajzi talajtani tudás hátteret, amiből leírjuk, megértjük azt a szelvényt, és ugye a térinformatika alapján ki tudjuk terjeszteni. Tehát ebben sajnos tényleg különlegesek vagyunk, vagy nem sajnos, tehát egy olyan tudásközpontot jelentünk itt Miskolcon, amiből az országban kevés van, ha egyáltalán van, e, ilyen, e, mint amilyennek mi vagyunk. De azért dolgozunk azon, hogy ez nem maradjon így feltétlenül, tehát az, hogy mi ilyen tudásközponttá váltunk, és szerencsére nagyon nagy tapasztalattal rendelkezünk, tehát nagyon sok táblát térképeztünk az ország minden területén, amiből iszonyú sokat tanultunk. Az elmúlt két-három évben, ha legalább 400 szelvényt kinemástunk, teljes laborral, mindennel együtt, ha azt úgy az ember úgy végig gondolja, hogy ez mennyi pénz laborban, tudásban, értékben, hát ez valami iszonyú. Úgyhogy ezt próbáljuk megosztani most, és egy egyedi képzést indítottunk, vagy indítunk el, még nem, de már az Akkreditációs bizottság jóvá hagyta ezt a szakmérnöki szakot, amit úgy hívunk, hogy Precíziós talajtérképezési szakmérnök, aminek most az indítása van folyamatban, és 99% hogy 2022. januárjában indul is. Úgyhogy, ha ez valaki ez iránt érdeklődik, akkor már az ősz folyamán figyeljen oda, hogy a tavasszal induló képzéseknek a felvételi időszakában jelentkezzen. Ez egy kétfél éves képzés lesz, amit mindig uh, majd a tavaszi fél évvel indulunk, indítunk, azért, mert nagyon sok terep lesz benne. Uh, a tavaszi fél évben is lesz legalább egy három-négy napos terep, ugye az a térinformatika, távérzékelés, talajgenetika, talajosztályozás, tehát azok a fontos tudás, csak ez lesz benne tulajdonképpen, semmi más tárgy nincs, csak talaj, meg csak térinfo, meg csak távérzékelés. És aztán a nyár folyamán lehetősége lesz arra, hogy elkezdi a saját munkáit, a diplomatervét, tehát egy általa kiválasztott táblán elkezdi a, a, térképezés, szervényfeltárás, kis laborálás és a többi, és utána a tavaszi fél év folyamán, ami segítségünkkel ebből lesz egy kész anyag gyakorlatilag, ami tulajdonképpen a diplomaterve, tehát pont azt akarjuk, hogy egy, egy olyan tulajdonképpen munkát csinál, mint a régi céhes időkben, hogy aki ezt meg tudja csinálni, az már legalább egy ilyet csinált. Természetesen sok év kell, és nagyon sok szervény ahhoz, hogy ez így, ez így igazán beálljon. De, de én bízom benne, hogy a piac is akkor fog bővülni, és a gazdák is akkor tudnak erre az eszközre még jobban támaszkodni, bár már most is nagyon kell, ez nem mentség, amikor lesz egy széles piac, és már köztudott lesz, hogy van ilyen szolgáltatás, csinálhatjuk. Tényleg az a probléma manapság, hogy a piacot lefedik azok a angolul ugye, úgy mondják, hogy quick and dirty megoldások, amelyek könnyedén, gyorsan azt mondják, hogy talajtérképet készítünk, és ha elolvassák, hogy mi ez a talajtérképezés, biztos, hogy azt fogják látni, hogy vagy ez az elektromágneses térképezési megoldás, vagy a vezetőképesség talajellenállása verisz, ezt fogják végighúzni, önök kapnak egy térképet, egy pillanatfelvételt, ami, mint mondtam, csak a pillanatnyi nedvesség állapotot mutatja, azon keresztül természetesen ugye a nedvességet befolyásolja az agyagtartalom, a porozitás, sok minden más, tehát visszahat természetesen ugye a talaj e, e, tulajdonságokra is, de nem egy az egyben magyarázza, mert a homok is eső után vizes, csak hamarabb kiürül, tehát... E, ezek a fő kérdések. Én azt gondolom, hogy ezekre kell nagyon figyelni, hogy kell talajtérkép, mert talajtérkép nélkül nincsen precíziós gazdálkodás. A talajtérkép az nem egy pillanatfelvétel, azt nem lehet talajtan nélkül megoldani, tehát aki végighúz egy geofizikai eszközt tulajdonképpen, az geofizikus, az adatértelmező, az nem talajtanos. Tehát onnantól kezdve, hogy ebből tényleg mértekre választ adni képes adatbázis legyen, ehhez sajnos le kell fordítani a valóság nyelvére, a talajtan nyelvére, meg kell nézni, hogy azon a folton milyen talajadottságok vannak, és ezek alapján már, és az időjárás, meg az évjárat hatás, meg ugye a, az, agrot, az alkalmazott agrotechnika növényáromány függvényében, ezek a képek, ezek a kérdések pillanatokon belül megválaszolódnak. De ennélkül soha. Köszönjük dr. Dokos Andrének, akit mélyebben érdekel a tíma, az alábbi elérhetőségeken felkeresheti őt és csapatát.